Közép-európaiak kapták idén az Európai Nődíjat. Egyikük Laura Codruta Kövesi volt, aki hazájában, Romániában éveken át küzdött a korrupció ellen. Jövőre pedig az ő vezetésével alakul meg az Európai Ügyészség. Ebben a pillanatban nem fontos az, hogy nő vagyok. Az fontos, hogy hatalmas tapasztalatom van. 24 éve vagyok ügyész, mondta Kövesi. De az ügyészi munkájában előnyös is lehet a női nem. Részt kell venni áldozattá vált nők és gyermekek meghallgatásában is. Olyan emberekről van szó, akik például az emberkereskedők áldozatai lettek. Nőként jobban megy az ilyen párbeszéd, és talán jobb eredményhez vezet, mint egy férfi esetében. Két a nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő civilis díjat kapott. Számunkra fontos, hogy megváltoztassuk a törvényt Bulgáriában, hogy megelőzzük a nők elleni erőszakot, mondta egy bolgár aktivista. A cseh társadalom nem tartja problémának, de mégis minden tizedik nőt megerőszakolnak ott az élete során. Ez nagy probléma, mondta egy cseh díjazott.